Pilisvörösváron vagyunk a Templom téri általános iskolába. 40 évvel ezelőtt léptem be, hát ha nem is ezen a kapun, ahol önök bejöttek, egy másikon, és azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal itt vagyok. Ez egy olyan ingyenes applikáció, amit az interneten találtam meg, és ez tulajdonképpen egy szavazóprogram. Két részből áll ez a szavazóprogram, van értelemszerűen egy szoftver, ami kezeli a szavazás rendszerét, és van egy kártya. Nincs két egyforma kártya az osztályba, minden egyes kártyának az alakzata más és más. Én összeállítok egy feladatsort, a feladatsor eldöntendő kérdésekből, vagy igaz-hamis állítások megfogalmazásából áll. A gyerekek elolvassák a kérdést, és az szerint, hogy szerintük az A vagy a B válasz a helyes, tehát a kártyát úgy mutatja felém, ha szerint az A válasz a helyes, akkor így tartja a kártyát. Én a okostelefonom vagy a tabletem segítségével a gyerekek válaszát beszkennelem. 8-9 jó, 1 rossz. 10 jó, nagyon jó, ügyesek vagytok. Mi a legjobb ebben? Hát, hogy fejlődünk egy kicsivel, modernebb lesz a iskola, és nem leszünk arra rá feszülve, leírunk egy komplett szöveget, hanem megkeresünk interneten, és kiírunk egy ilyen kisebb szöveget. Könnyebb így megtanulni a történelmet? Hát könnyebb, mert a technikát jobban szeretjük, mint a könyveket, és otthon inkább tablettel játszunk, mint könyvekkel. Emeld fel a jobb kezedet, veregesd meg a bal válladat. Ez egy ügyes osztály. Iskolánk nagyon-nagyon sok Comenius, illetve Erasmus Plus pályázaton vett részt, és egy ilyen pályázat alkalmából kerültem ki Máltára. Itt ismerkedtem meg azokkal a számítógépes alkalmazásokkal, programokkal, amikben én aztán a későbbiek folyamán rendkívül komoly fantáziát láttam. És már ott Máltán megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha én ezt kipróbálnám az iskolámba. Azt tudtam, mert látom a környezetemben, hogy a telefonok, tablettek elválaszthatatlan tárgyát képezik úgymond a gyerekeknek, tehát azzal kelnek, azzal fekszenek. Ez egy olyan eszköz, ami állandóan náluk van, és arra gondoltam, hogy ezt az eszközt esetleg az oktatásban is lehet használni. Hogy hívták Széchenyi István szüleit? Itt van nekik. Szülei? Festetcsi. Itt van. Julianna? Igen. Nagyon élvezik a gyerekek azt a feladatot, amikor az új anyagot kincsvadászattal dolgozunk fel. Ez azt jelenti, hogy én előre olyan feladatokat, kérdéseket állítok össze, amely kérdések, feladatok az feldolgozandó, megtanulandó anyaghoz kapcsolódnak. Ezeket a QR kódokat az épület különböző részein elhelyezem. A kiosztott tableteken van QR kód olvasó, a gyerekek körbe rohangásznak párosával az épületen, megfejti a kódot, beolvassa a kódot, elolvassák a kérdést, megválaszolják a neten, megkeresik a neten, ha készen vagyunk. Ezeknek a feladatoknak, a válaszoknak az ellenőrzésére pedig megint van egy jó programom. 17-en voltak, akik felismerték Széchenyi Istvánt. Na nézzük, hogy ki volt az első körben a leggyorsabb. Adrián. Nekem nagyon tetszik ez a tablettes, meg ilyesmi megoldás, mert könnyebb is valamennyivel, izgalmasabb is. Szerintem így könnyebben meg lehet tanulni az anyagot, mert ugye modern kor, meg így mi is így abban a korban vagyunk, hogy otthon egy kicsit wifizünk, meg internetezünk, és így sokkal könnyebb megtanulni, mint hogy könyvekből bemagoljuk az egészet. Jóhi föláll, jobb kéz föl, veregetés, osztály meg egy taps, megérdem. Az volt az álmom, és még mindig az az álmom, hogy a múlt megismerésében használjuk a 21. század eszközét. Nagyon sok gyerek megfogalmazta nekem azt, hogy ez nem jó, unalmas, száraz, és arra gondoltam, hogy akkor próbáljuk érdekesebbé, interaktívvá tenni. Mivel a telefon úgyis náluk van, és kezdetben, amikor én ezt az egészet kezdtem, akkor még ennyi tablet nem állt a rendelkezésünkre, ezért ahány tabletje volt az iskolának, ezeket a tableteket egészítettük ki okostelefonokkal, és kialakítottam egy olyan platformot, amely platform segítségével aztán együtt tudunk dolgozni.